Európai szintű szolgáltatási rendszert vehetnek igénybe ezen túl a tiszavasvári lakosok is. A kormányablak komplex átalakításon esett át, így most már ugyanazokat az ügyeket ugyanolyan körülmények között tudják intézni, mint például egy soproni lakos. A kormányablakok ki- és átalakításának ez volt az egyik célja, hogy ügyintézés szempontjából megszüntesse a települések közötti különbségeket. Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy az épületeink azok mind modernebbé váljanak, és olyan feltételek várják ott az ügyfeleket, amelyek méltók a 21. századhoz. Ennek nagyon sok lépés volt az elmúlt időszakban. Ebben a sorba illeszkedik tulajdonképpen a tiszavasvári kormányablak bővítése is. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen felújításról van szó, hanem helyi önkormányzattal együttműködve, a város polgármesterének, a város önkormányzatának hozzájárulásával bővült az a tér, ami a rendelkezésünkre áll. Ez pedig azt jelenti, hogy a korábbi szűkös körülményekhez képest jóval tágasabb térségben, helyiségben tudjuk várni az ügyfeleket. Több mint 50 négyzetméterrel lett nagyobb a tér. A bővítésre azért volt szükség, mert korábban előfordult, hogy annyian akartak ügyet intézni, hogy nem fértek be a váróhelyiségbe. A felújítás közel 3 hetet vett igénybe, ez idő alatt Tiszalökön intézhették ügyeiket a helyiek. Tiszavasvári város és tiszavasvári járás ezzel erősödik és komfortosabbá válik mind az ügyintézés az állampolgárok számára, mind pedig az itt dolgozó kollégák számára. Ez egy nagyszerű dolog, én azt gondolom, hiszen az elmúlt időszakban nem csak a kormányablak bővítésén voltunk jelen, hanem ősszel, november hónapban a foglalkoztatási osztály is megújult és bővült. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy az itt élőknek, a tiszavasvári járásban élőknek és akik hozzánk jönnek, az ilyen fejlesztések azok a javukat szolgálják. Átlagosan 6-8 kormányhivatali dolgozó intézi itt napi szinten a mintegy 2000 ügyet. Tiszavasváriban az ügyfélforgalom tavaly 20 000 volt, ami kimagaslóan nagy szám. Hasonlóan kimagasló a vármegyei kormányablakok összteljesítménye is. Ha megyei szintet nézzük, vármegyei szintet, emlékeim szerint csak az április hónapban 69 ezer ügyfél kapcsolatot regisztráltunk, ami országos viszonylatban is nagyon nagy számnak mondható. A vármegyében a kormányablakok száma is itt kiemelkedik, 24, ami tulajdonképpen, ha a legnagyobb, a fővárost és a legnagyobb vármegyét leveszük, akkor dobogós első helyen szerepel, Borsodobó-Zemplén megyei vármegyével párhuzamosan. Ahogy a legtöbb, úgy a tiszavasvári kormányablakban is rendkívüli nyitvatartás lesz hétvégén. Június 8-án szombaton, valamint 9-én vasárnap kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség. Ennek célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok sem maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján eszmélnek rá, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek.